micsoda különbség van a megtisztulás és a teljes gyógyulás között. Ez a 10 mind megtisztult, de csak egy gyógyult meg. A gyógyulás a hitből fakad. A föltámadt Krisztusba vetett hitből. Emlékezzünk csak a tanúságtételre, amit hallottunk a csenákolóban. A megtisztulás a fiatalembernél is elkezdődött, de a teljes gyógyulás útjára csak akkor lépett rá, amikor a megtérés útjára rálépett. És mi volt számára az igazi gyógyító közeg? Amikor azt mondták neki, hogy akkor most menj, és térdelj be oda a tabernákulum az oltári szentség elé.